Az úszóknál a rövid sprinttáv egész más felkészülést igényel, mint a többi. Talán még nehezebb is. Athén és Peking után Takács Krisztián már harmadik olimpiájára készül. 26 évesen most van a legideálisabb korban. Athén és Peking után London. Takács Krisztián az olimpiai szereplését nézve rutinos rókának számít, lassan 21 éve rója a hosszokat a Dunaújvárosi medencében. Az apropó egy betegség volt. Én 5 éves koromban, de én egészségügyi okok miatt nem ilyen miatt, hogy én szeretnék úszni vagy ilyesmi, hanem hörkurutom volt. Körülbelül hetente jártam kórházba ilyen befulladás, ilyen aszmás jellegű rohamok miatt, aztán akkor javasolták, hogy kezdjék el úszni, aztán valahogy itt ragadtam. Az eredmények azonban nem jöttek azonnal, Krisztiánnak kellett egy kis idő, míg beért, aztán egyik pillanatról a másikra berobbant a köztudatba. Én nekem nagyon késő jöttek az eredményeim, szóval én ifi EB-n is, meg így a serdülő korosztályban se voltam annyira kimagasló, vagy hogy azt mondták volna, hogy na, ebből a gyerekből lehet valami. Legutolsó éves serdülőként egyszer csak így berobbantam a köztudatba, mert a nagy serdülőként megnyertem az ifi OB-t, ugye az egy évvel következő korosztály, és akkor valahogy így elkezdett menni a szekér, úgymond. Előtte ilyen 200 pillangókkal próbálkoztam, meg hosszabb távokkal, aztán akkor próbáltam ki ezt az 50 gyorsot. És hát már az nagy szó volt, hogy én az ifi OB-n bekerültem a döntőbe, és akkor én csak így viccesen megjegyeztem, hogy na, megyek, megnyerem ezt a futamot, és közben megnyertem. Én is akkor még úgy néztem a táblát is, hogy mindig így a végétől fölfele keresgéltem a pályámat. Aztán megnyertem, és azóta hál' Istennek ez az 50 elég jól zakatol. Az évek során megtalálta magának a megfelelő távot is. 50 gyorsban tud igazán kibontakozni. Magyarországon ezzel hagyományt is szeretne teremteni. Mentalitásban is olyan vagyok, hogy nem vagyok ez a nagy melós gyerek, szóval ami az 1500-höz vagy egy ilyen 4-vegyeshez kéne munka, azt velem elég nehéz lenne elvégeztetni. Meg hát azt mondják, hogy ez az 50 gyors ugye egy adottság, ezt a gyorsaságot azt nagyon nehéz fejleszteni. Állóképességet azt nagyon lehet, de gyorsaságot nem. Úgyhogy ezek szerint megvan a gyorsaságom. Hát azért is volt nehéz ebbe belekezdeni, mert Magyarországon ennek az 50 gyorsnak nincs egy nagy hagyománya. Ugye itt a 400 vegyes, 200 pillangó, 200 mell, ezekben ugye régebben is nagyon jók voltunk, és hát úgymond ilyen úttörők vagyunk ebbe az 50 gyorsba, mert még előttem Zubor Attila próbálgatta itt a sprinterkedést, ő 100 gyorsan jobb volt, mint 50, de úgy annyira nem hittek benne, hogy ugye ebből is lehet valami eredményt kifarigcsálni. Aztán mi itt nagyon erősködtünk, és most már úgy néz ki, hogy lassan kezdik elhinni, hogy azért 50-en is ott lehetünk az élmezőnyben. Számtalan rekord és országos csúcs fűződik a nevéhez, világversenyeken azonban a legtöbbször a 9. helyet szerezte meg, de lassan már ez is a múlté. Múltkor mondták, hogy 18 vagy valami ilyesmi számot mondtak, hogy egyszeres országos csúcstartó vagyok, ugye ebben benne van már rövid pályás országos csúcsok is, meg itt számogatják, hogy hányszor javítottam meg. Hát 50 és 100 gyorsan tartom rövid pályán, és 50 gyorsan nagy pályán. 2 évig tartottam 50 pillangón is, aztán Csalacival így meccseltünk ide-oda, egyik évben ő nyert, egyik másik évben én. Hát egy elég hálátlan ez az 50 gyors, mert ugye itt lehet nagyon nagyot nyerni is, meg nagyon nagyot bukni is. Úgy, ahogy itt mutatják a 9. helyeim, ugye már 5-ször sikerült 9. helyen végeznem, az azt jelenti, hogy pont egy helyen maradtam le pár századdal a döntőről, és azért nem mindegy, én olimpián is voltam már 9., hogy valaki olimpiai döntős, vagy a lelátóról nézi. Még csak 26 éves, de már 2 olimpiát megjárt. Több eredményére is joggal lehet büszke. Már a 3. olimpiámra készülhetek, mind a 3 olimpiára 50 gyorsan jutottam ki, és hát természetesen a VB 6. helyemre, mivel ott sikerült egy nagy jeget feltörni, úgymond, mert ott már 4-szer voltam, mert a 9. EB-VB olimpián, és akkor az a 6. hely az egy elég jó lökést adott nekem, és utána pedig télen volt a rövid pályás EB, és ott végre már dobogóra is tudtam állni ott, és ahhoz képest, hogy mindig azt mondtuk, hogy gyengék a fordulóim, épp 100 gyorsan
lettem dobogós 50-en, meg 6-dik. Szóval most már lehet, hogy le kell változtatnom ezt a teóriát, hogy nem gyengék a fordulóim. Mindenben benne van a munka, és azért nem tudok így szelektálni, mert mindenre ugyanakkor erőbedobással készülök, és akkor ha kijön egy ilyen jó eredmény, az csak a folytatáshoz egy ilyen nagyobb löket adok. Legjobb formájában utazik Londonba, mint mondja, most ért be igazán a számára ideális távhoz. Egy biztos, a döntőt nem a lelátóról szeretné nézni. 4 évvel ezelőtt 9. voltam, és mint az előbb is elmondtam, hogy itt nagyon nehéz jósolgatni. Én mindenképpen döntőbe szeretnék jutni, ha már tavaly a VB-n sikerült, és nagyjából ugyanaz a garnitúra lesz ott az olimpián, akkor miért ne sikerülhetne az olimpián is, de ez az kell, hogy ugye minden összejöjjön nekem ott abba az adott pillanatba, úgyhogy kell egy nagyon minimális szerencse is hozzá. Úgyhogy én azt mondom, hogy döntő, az legyen meg, és akkor ott már akármi lehet. Munka, hobbi, az élet vagy valami más. Minden reggel a medencében kezdeni a napot, talán egy kicsit egyhangúnak tűnhet, de aki ebben él, az megtalálja az úszás igazi szépségét. Ez egy nagy kihívás is nekem, mivel hát minden reggel magammal is meg kell küzdeni, nekem ez a legnehezebb, hogy én reggel ide leüljek, én nagyon nehezen kelek. Mindig azt mondják, hogy ezt meg lehet szokni, de ezt meg nem sikerült felfedezni itt a 21-22 év alatt. Úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen önkontrollt ad. Hogyha már lejövök, akkor ugye már olyan jó érzéssel itt van az ember, akkor már megcsinálja a munkát, egyedül eljutni ide. Meg ugye ez a monotónia tűrésbe. Sok mai fiatalban ugye nincs meg az, hogy ez a kitartás, amit például az úszás megadott nekem. Így kiskorom óta azért voltak pofonok, fel kellett állni. Ugye ez a sok 9. hely is azért nem mondhatom akkor a kudarcnak, de mégis az embernek abból mindig fel kellett állni. Úgyhogy a kitartásba is, meg személyiségbe azért fejleszti az embert nagyon bőven. Az olimpiai csapat résztvevőinek nagy hányada a fővárosban készül az ötkarikás játékokra. Krisztián sohasem vágyott Budapestre. Edzőjével ketten már késztervet dolgoztak ki az 50 méter gyors tökéletesítésére. Ők ott fönt egész máshoz értenek, mint amit mi itt már kikísérletezünk edzőmmel, Bezsany Csévával, mert azért ez, valljuk be, mi se tudtuk először, hogy ezt így kell csinálni, vagy úgy, hanem mindig valamit hozzátettünk. Évvégén akkor tudtuk, hogy ez jó volt, ez rossz volt, kivettünk, hozzátettünk, és akkor így lassan most meg körvonalazódik valami, ami úgy néz ki, működik. Alig egy hónap, és mindenki megmutathatja, hogyan is kell szerepelni az olimpián. Krisztiánnak az olimpiai környezet már nem lesz új, minden adott egy igazi, jó szerepléshez. Addig pedig maradnak a reggeli és a délutáni edzések a Dunaújvárosi úszodában.